halogatásnak van egy addiktív jellege, és a környezet az azt érzékeli, hogy az illető egy gyakorlatilag önszabotáló életmódot él, amiből kikerülni nagyon nehezen tud, és itt beszélünk arról, hogy ez nem tisztán időmenedzsment beli kérdés, hanem sokkal inkább egy önszabályozási vagy érzelemszabályozási probléma. Tehát az érzelemszabályozás vagy önszabályozás ami gyakorlatilag már az öngondoskodás szintjére is levezethető, az egy tudatossággal, kontrollal összefüggésbe hozható folyamat, hogy az illető pontosan érzékeli, hogy azok a határok hol vannak, ahol még nyomás nélkül tud, egészséges határok között tud egy feladatot teljesíteni, és hol van az a határ, amikor ez már egy egészségtelen mértéket vesz fel, és a halogatást eredményezi.